Teltházas fórumot tartott tegnap a művelődési központban Takács László. A polgármester jelölt az elmúlt évek eredményei mellett a következő évek konkrét terveiről is beszélt. Erről is lesz szó mai híradónkban, de előtte nézzük további híreinket röviden. Civil kezdeményezésre tartottak lakossági fórumot tegnap a Mizsei úton. Szemetet rakott le éjszaka egy autós utonfutójáról a Felház utcában, kamera rögzítette. És újabb szépkorú ünnepeltet, Locskai Dénest köszöntötték 90. születésnapján. A Ceglédi Városi Televízió szerdai híradóját látják, jó estét kívánok! Választási fórumot tartott tegnap Takács László, a polgármester jelölt, bemutatta az egyéni választókerületekben induló jelöltjeiket. Beszélt jövőbeni terveikről, vállalásaikról, de születésnapot is ünnepeltek. Pontosan 30 éve ugyanis annak, hogy megalakult a Fidesz ceglédi szervezete. 1989. októberében alig több mint egy tucat ceglédi fiatal és egy gimnáziumi tanár ült le baráti beszélgetésre, és döntött el nagy tervekkel, nagy célokkal. Meg szeretnék alapítani a Fidesz helyi szervezetét, amely novemberben meg is alakult, elevenítette fel Takács László. A polgármester jelölt az azóta eltelt évekről is beszélt a tegnapi fórumon, és bemutatta azt a csapatot is, amellyel a jövőt tervezik. 14-ben, miután konszolidálták az adósságunkat, elindult egy nagyon komoly építkezés. A Laci az elején bemutatta a csapatot. Ez a csapat vitte a vállán a várost. Egyébként is gondolják végig, hogy hogy áll ki valaki úgy csapatkapitánynak, hogy nincs csapata. Hát így nem úgy megyünk egy futballpályára, vagy egy kézi meccsre, hogy csapatunk van. Csapat nélkül. Takács László polgármester jelölt az elmúlt évek eseményeiről, beruházásairól, eredményeiről szóló beszámolója után pedig arról a programról is beszélt, amely megválasztása esetén a következő éveket határozza meg. A Fidesz konkrét, kézzelfogható, olvasható programmal készül a következő évekre, szemben az ellenzékkel, fogalmazott Takács László. Nálunk ez a szokás, tehát mi konkrét vállalásokat szoktunk tenni minden választás előtt, és elszámolunk a választópolgárok felé. A következő öt évben valóban nagyon sok és nagyívű elképzeléseink vannak, hiszen a város teljesítménye és az előttünk álló lehetőségek, pályázati lehetőségek ezt megengedik. Amit vállaltunk, az az, hogy két kerékpárút esetében legalább el fogjuk érni a város közigazgatási határát. Én itt konkrétumokat is szeretnék mondani, a Csemői, illetve a Nagykörösi kerékpárút az, amivel biztosan elérünk odáig. Folytatni fogják a kerékpárutak építését, és legkevesebb 750 millió forintot fognak fordítani a következő öt évben az út- és járdahálózat felújítására. Az a munka, amit elkezdtek, folytatódik. Ezt mutatják a már megnyert pályázati források, illetve a közbeszerzés alatt, vagy még kiírás előtt álló fejlesztések. Így az északi városrész teljes csapadékvíz elvezetése, az ipari park kettes ütemének a megépítése, a felüljárónál a kerékpárút megépítése, a most épülő Nagykátai úti kerékpárút összekötése ezzel a majd megépülő Jászberényi úti kerékpárúttal az ipartelepi úton, ott olyan kultúrát jár, járda kialakítása, buszmegállók kialakítása, térkövezések folytatása, épületek, intézmények megújítása, ezek mind-mind a programunkba szerepelnek, és ez, bocsánat, de számunkra természetes, hiszen évről évre az elmúlt öt évben ezeket minden évben megtettük. Mivel a választási fórum egyben születésnap is volt, természetesen a torta sem maradhatott el. Egy Vidra utcai lakos Gábéla kezdeményezésére tartottak lakossági fórumot tegnap a Mizsei úton. A fórum célja, hogy az ott élő gyerekek és idősek számára élhetőbbé, biztonságosabbá váljon a környék. Szeretnének biztonságos közlekedést, gyalogos átkelő helyet és járdát. Ennek érdekében a szervező Gábéla aláírást gyűjtött az ott élőktől.
Cegléden évek óta problémát okoz a Mizsei úton autóval, motorral közlekedők felelőtlensége, a megengedett sebesség túllépése, ráadásul gyalogos átkelőhely sincs, így azok az emberek, akik ezen a szakaszon az úttesten átkelnek, veszélynek vannak kitéve. Hangzott el tegnap azon a lakossági fórumon, amit egy Vidra utcai lakos Gál Béla szervezett, azért, hogy élhetőbbé, biztonságosabbá váljon ez a környék. Beszéltünk arról, hogy a gyalogos forgalom, tehát itt a közútkezelőtől kezdve mindenki ugye szeret méregetni. Ezt előtte szeretném szögezni, hogy ne falsadatokkal játszunk. Ez mit értek ez alatt? Ez alatt azt értem, hogy kivonulnak méregetni forgalmat úgy, hogy amikor 10 óra van és alig van. Tehát igazából ezt akkor kéne lemérni, amikor 7 óra, 8 óra között a gyerekek például mennek iskolába, óvodába, és el szeretnének jutni a buszmegállóba. Ez már valós eredményt mutat, illetve ha már majd ilyeneket méregetünk, ha esetleg oda eljutnánk, akkor egy 24 órás időintervallumot mérjen a megfelelő szerv. A Mizsei úton sehol sincs gyalogos átkelőhely, mondta Gál Béla, aki arról is szólt, hogy az út Csemő felé vezető oldalán még járda sincs, így az út szélén kénytelenek menni az emberek. Gál Béla úgy fogalmazott, ő nem a probléma felelősét keresi, csak szeretne végre megoldást találni. Próbáltam, hogy a közútkezelőnél és telefonon, nagyon sok helyet fölhívtam, mindenhol csak a lepasszolás megy, illetve... Nem értem azt a 21. században, mint ahogy említettem, hogy nem lehet ezt megoldani közösen, amikor itt emberi életekről van szó, a gyermekeinkről, elméletileg a jövőinkről. Itt nem tudom, hogy miért nem lehet lépni. Az adófizetők pénzéből meg lehetne valósítani azt, hogy a gyerekeink biztonságosan éljenek. Gál Béla azt is hangsúlyozta, hogy a lakossági fórum teljesen politikamentes, egyetlen párt sem áll mögötte. Ez abszolút nem arról szól, hogy most önkormányzati választások vannak. Nem érdekel. Nem érdekel. Megnyeri. Engem egy érdekel, hogy az embereknek, ahogy kezdtem is egyébként a saját interjúmat, hogy élhetőbb legyen a környék. A lakossági fórumra meghívták Károly Ferencet és Tar Felíciánt is, de megjelent Földi Áron, Horváth Gábor, Varga Franciska, László Ágnes és Hegedűs Béla is. Horváth Gábor is részt vett tehát azon a lakossági fórumon, amit tegnap a Mizsei úton tartottak. A választókerület képviselője és képviselőjelöltje beszédében úgy fogalmazott, az útszakaszon lévő kerékpárút továbbépítését akár uniós támogatásból is lehetne fedezni. A lakossági fórumon Horváth Gábor önkormányzati képviselő úgy fogalmazott, a Mizsei út a magyar közút tulajdona, és a közútkezelő tartozik felelősséggel az út karbantartásáért. A kerékpárút kapcsán pedig elmondható, hogy közös összefogás és együttszavazás eredménye, hogy a körzethatárban levő kerékpárutat újra aszfaltozták, mondta Horváth Gábor, aki a kerékpárút továbbépítéséről is beszélt. Láthatjuk és tudhatjuk, hogy a kerékpárút megépítését Csemőig már több mint 15 éve kéri a lakosság, hiszen maga az út, a kerékpárút Csemőig kiépítve létfontosságú azoknak az embereknek, akik nem tudnak fenntartani autót, vagy nem tudnak komolyabb anyagi erőfeszítést igényel nekik egy-egy autó fenntartása. Ők szívesebben kerékpároznak, de szívesen kerékpároznak azok is, akik esetleg sportcélból vagy egyszerű testmozgás céljából kívánnak a kerékpárutakon közlekedni. A Mizsei úti kerékpárút folytatásához nem feltétlenül szükséges önkormányzati vagy állami támogatás, hiszen lehetőség van akár uniós támogatást is igénybe venni, fogalmazott Horváth Gábor. Nem csak azt próbálom majd betartani, hogy önkormányzati segítséggel, állami segítséggel, vagy pedig bármilyen más segítséget igénybe véve valósítsuk meg ezeket a lehetőségeket, hanem szeretném azt még hozzátenni, hogy uniós pályázati forrásokat is fel fogunk használni annak érdekében, hogy ezek a ciklusok ne évtizedekig tartsanak, hanem minél hamarabb megvalósuljanak, akár a kerékpárút tekintetében, akár az utak javulásának, vagy a közlekedés minőségének javítása tekintetében. A lakosokkal aláíratott petíciót Gál Béla átadta Horváth Gábornak, a választókerület képviselőjelöltjének.
A Mizsai úton tartott lakossági fórum kapcsán Károly Ferenc is felszólalt. Az önkormányzati képviselő úgy fogalmazott, Horváth Gábor félretájékoztatta a fórumon résztvevőket, hiszen ő, vagyis Horváth Gábor nem szavazta meg a költségvetést, így a kerékpárút javítását sem, mondta Károly Ferenc. A tegnap tartott Mizsei úti lakossági fórumon Horváth Gábor önkormányzati képviselő így fogalmazott. Kerékpárutak tekintetében pedig elmondhatjuk, hogy közös összefogás és együtt szavazás eredménye az, hogy a körzet határunkon lévő kerékpárút megépülhetett. Nem tudom, hogy szándékosan vagy véletlenül, de félretájékoztattad itt az itt lévőket, mert nem szavaztam meg ezt a kerékpárútnak a javítását, mert nem szavaztam meg Gábor a költségvetést, tehát ez nem volt igaz, amit mondtál. A fórumon felvetett témák kapcsán Károly Ferenc elmondta, a Mizsei út két választókerület határa, és megpróbálnak mindent megtenni annak érdekében, hogy a lakosok kérései megvalósuljanak. Takács László polgármester arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy a hétfői napon egyeztetett az ott lakókkal a kérésük kapcsán, majd megkereste a Magyar Közút Nonprofit ZRT-t a fennálló helyzettel kapcsolatban intézkedés céljából. Erről ifjabb Károly Ferenc önkormányzati képviselő a tegnapi lakossági fórumon tájékoztatta a civil résztvevőket. Elindult egy folyamat, úgyhogy akkor ezt szeretném is mondani, megpróbálunk mindent ennek érdekében megtenni. A Mizsei úton a gyalogos átkelőhely kijelölése, ez egy díjköteles hatósági intézkedéssel kezdődik. Ezt az érdekelt önkormányzatnak kell kezdeményezni, ezt meg is fogjuk tenni most már jövő héten, tehát ez már a következő ciklus fogjuk, majd aki nyilván fog nyerni a választásokon, azt tudja kezdeményezni. A gyalogos forgalom biztonságát, a gyalogosok áramlási irányát és az út környezetének kialakítását is figyelembe kell venni. Így fogalmazott levelében Magyari László, a Magyar Közút Pest megyei igazgatója, amelyet Károly Ferenc olvasott fel. Az önkormányzatnak kell gondoskodni a gyalogos átkelőhelyek megvilágításáról. Ezt minden esetben el is szoktuk egyébként végezni, tehát itt most csak egy tapasztalatot hagy osszak meg itt önökkel. A Déri út és a Petőfi utca kereszteződésben én csináltattam, az is egy közutas út volt egyébként, és itt a türelmüket kell, hogy kérjem, azt mindenképpen szükséges tudni, ugyanis ez közel 2 évbe tellett. A Magyar Közút Nonprofit ZRT az állam alá tartozik, így az engedélyeztetési eljárások nem csak hónapokig, hanem évekig is eltarthatnak, mondta Károly Ferenc, aki azt is hangsúlyozta, hogy a folyamat már elindult, és Takács László polgármester támogatását is élvezi ez a város részebben, mondta az önkormányzati képviselő. Megújul a Vadász utca, a 4-es választókerület egyik legfontosabb utcájának egyik sávját marták fel, hogy holnap kötőréteget, majd jövő héten aszfaltréteget húzhassanak rá. A csatornázási munkálatok után süllyedt meg az út egyik oldala több helyen is, ezért volt elengedhetetlen a felújítás. A Vadász utca fontos szerepet tölt be a környéken lakók életében. Gyakorlatilag ezen halad át a legnagyobb forgalom. A csatornázási beruházás után azonban az út több helyen elkezdett süllyedni. Ezért volt már halaszthatatlan a felújítás. Ez egy régi vágyam, hogy ezt helyre tegyük, megcsináljuk. Hát most érkezett el ez a pillanat, amint látjuk, most már szépen kivájták. Adnak rá egy jó alapot, és akkor arra húznak egy friss aszfaltréteget. És ez a nagyon fontos gyűjtő út, ugye, aki begyűjti itt az orosz Oroszlán, Tököli, a lövész, lövölde, tehát a beágazó utakat, ez azért több száz embernek a komfortosság érzetét fogja javítani. Nem csak érzetét, hanem valóságát javítani. A korábbi aszfaltréteget tehát felmarták. Holnap kötőréteget tesznek le, majd a jövő héten az aszfaltréteg is lekerül. Klémen György elmondta, az elmúlt 5 évben számos helyen sikerült kulturáltabb közlekedési viszonyokat teremteni. Több utcára került le útalap, útzárásokat is végeztek több helyen. Az útzárásban Vadász vége, Lövölde utca, Szüret utca, Akasztószél, Oroszlán sorolhatnám még tovább a Bedei részben, ugye a Gyopár utcával. Nagyon sok utca útalap elkészült, emellett ugye a belvízelvezetés folyamatosan csináltuk, a belvízelvezető csatornáknak a béléseit folyamatosan csináltuk, karbantartottuk, de emellett mondhatnám a fásítási programokat, a
terekrendbetétele. Megújult tehát a Szüret utca, az Akasztószél is a Mérleg utcától a Molnár utcáig. Továbbá az Oroszlán utca burkolatát is felújították. Ez nagy segítséget jelent azoknak, akik a Lövész utcai óvodába szeretnének eljutni. De a külterületi utak karbantartása is folyamatosan zajlik. Megújult például a Seres és a Pesti dűlő is. Krémen György elmondta, látható és kimutatható, hogy csak az elmúlt 5 évben jóval több fejlesztés valósult meg ebben a választókerületben is, mint a korábbi években összesen. Építési és zöld hulladékot, mindenféle szemetet rakott le éjszaka egy autós utánfutójáról a Felház utcában. Ráadásul nem is első alkalommal. Mindezt rögzítette a közelben lévő nyelviskola kamerája is. A felvételt a közösségi oldalra is feltöltötték. Ez a kamera rögzítette tegnap éjszaka azt, ahogyan megérkezik az utánfutós Volkswagen, amiről egy férfi egymás után pakolja le a zsákokat a ház mellé. A kamera természetesen az időpontot is rögzítette. 23 óra 11 perckor érkezett az autós. Az illegális szemételhelyezés már korábban is okozott bosszúságot az itt élőknek és dolgozóknak. Az első alkalom nem sokkal azután történt, hogy ide költöztek, akkor ki is tudták nyomozni, ki volt a szemétlerakó. Szóltam is a közterület felügyeletnek, akik és utána az meg is szűnt, az a szemétlerakás megszűnt. De sajnos egy fél évvel ezelőtt újra elkezdődött. Szerencsére, hogy most már volt kameránk, vissza tudtam nézni, hogy egy ezüst színű Volkswagen Passat kombi utánfutóval állt meg itt a sötétben, lepakolta a szemetét és ment tovább. Végig a Felház utcán. Mújra Nikó akkor jelezte is az ingatlan tulajdonosának, tudja ki a szemetelő. Ma reggelre pedig újabb szeméthalom fogadta a ház tulajdonosát. Újra ellenőrizték a kamerafelvételeket, és kiderült, ugyanaz az autó volt. A felvétel most már a közösségi oldalra is kikerült. Én úgy érzem, hogy azért Cegléden olyan jó kis összefogás van így a szemétlerakók ellen is, hogy mondtam, ezt most már nem hagyom így annyiban, úgyhogy azért is raktam fel a felvételt. Anikó elmondta, szinte napi rendszerességgel látja az autót. A típusa mellett jellegzetessége, hogy mindig utánfutót húz, és abban mindig van szemét. Hogy azt hol helyezheti el, nem tudni. Valószínűleg hasonló módon más utcákban, véli Mújra Nikó. A közösségi médiából szereztünk mi tudomást erről az esetről. Természetesen megtesszük a feljelentést az arra illetékes hatóság, azaz a járási hivatal felé köztisztasági szabálysértés miatt. A munka, a nevetés és a szerető család a hosszú élet titka a 90 esztendős Locskai Dénes szerint. A szépkorú férfit az alpolgármester Hegedűs Ágota és dr. Ferenci Norbert önkormányzati képviselő is köszöntötte. Dénes bácsi jó egészségnek örvend, és mint mondta, nagyon örül, hogy unokái a közelében laknak, hiszen így minden nap találkozhatnak. Kerek évfordulót jött köszönteni ma délelőtt Hegedűs Ágota alpolgármester és dr. Ferenci Norbert önkormányzati képviselő a Kenderföld utcába. Locskai Dénes 90. születésnapjára a miniszterelnök és a polgármester emléklapját, valamint ajándékot hoztak. Tessék az emléklapokat gyűjtögetni, mert hoztam most 90 éves születésnapjára, majd hozom a 95-re, utána a 100-ra. Tessék parancsolni. Ez pedig az öné fogadja szeretettel, férfinek, borosat készítettünk, ha nem baj, nem tele édességgel. Fogadja szeretettel. Dénes bácsi nagyon örült a köszöntésnek. Azonnal szóba kerültek az elmúlt évtizedek, a közös ismerősök és persze a család. A szépkorú férfi 65 éve él boldog házasságban. Egy lánya, 2 unokája és 3 dédunokája van. Mint mesélte, szerencsésnek tartja magát, hogy ilyen szerető családja van. Az unokák is egészen közel laknak, így minden nap találkozik velük. Azt mondja, sokat nevetnek, ám ő mindig is jókedvű ember volt. Dénes bácsi szerint ez a hosszú élet egyik titka is. Biztos, hogy az kell a jó kedv, meg most mondjam azt, hogy a munka. Mert én volt olyan nap, vagy volt olyan hónap, hogy 450 órán volt. Annyit dolgoztunk. Majdnem éjjel-nappal. Dénes bácsi 34 évig dolgozott az építőiparban, 1989-ben ment nyugdíjba. Káros szenvedélye sosem volt, jó egészségnek örvend. Azt is elmesélte, hogy vasas drukker, imádja a sportot, különösen a focit. Akár kézilabda, akár a futball, mert mondjuk a honvédségnél futball, még a futballoztam, meg iskolás koromban is futballoztam, én a futballt azt imádom. Dénes bácsi büszkén mesélte, hogy egyik unokája most kezdte az egyetemet,
és hogy a másik unokája tehetséges cselgáncsozó. Találkozóra, baráti beszélgetésre hívtam a reggel a ceglédi mentőállomás vezetője mindazokat, akik támogatták, ahogy Lovas Ottó fogalmazott, második otthonuk szebbététét. Az önkormányzat, vállalkozók és nagyon nagy részben a dolgozók segítségével újulhatott meg az épület belseje. Frissen festett falak, kényelmes új ágyak, új öltözőszekrények, klímaberendezés is szolgálja most már azt, hogy a ceglédi mentőállomás dolgozói a kor követelményeinek megfelelő környezetben tudjanak készülni az olykor nehéz és embert próbáló feladataikra. A mentőállomás egyik munkatársa kezdeményezte, saját munkájukat is hozzáadva keressenek támogatókat. Az összefogás pedig eredményes lett. A mentődolgozók munkája és nagyon sok vállalkozó és magánszemély önzetlen adományából otthonosabbá tudtuk tenni a munkahelyünket, ami azért majdnem azt lehet mondani, hogy a második otthonunk. Ahhoz, hogy ez létrejöjjön, kellett közülünk egy olyan ember, aki ezt az egészet összefogta és katalizálta, és őt Szúnyog Lászlónak hívják, aki hitt abban, hogy ez menni fog. És hogy lehet számítani arra, hogy ha megjelölnek egy jó célt, akkor mindenki adakozni fog, mert ez így is történt. Olyan helyről is kaptak felajánlást, akit nem is kerestek, saját magától jelentkezett, hogy segítene. Lovas Ottó köszönetet mondott mindenkinek, aki ehhez hozzájárult, és persze bajtársainak, akik sok munkaórát áldoztak szabad idejükből a felújításra. Helyi vállalkozások, magánszemélyek is az ügy mellé álltak tehát, de önkormányzati támogatást is kapott a mentőállomás. Dr. Engelbrecht Imre az OMSZ Közép-Magyarország régiójának orvosigazgatója is örömét fejezte ki, amiért az összefogás ilyen szép példája látható Cegléden. Nagyon jó érzés, hogy ilyen összefogás zajlik. Szerencsére más helyen is kapunk ilyen segítséget. Nagyon köszönöm még egyszer a bajtársak nevében. Nagyon szomorú számunkra, hogy ott nem sokára nyugdíjba kell engednünk. Keressük az utódját. A felújítás katalizátora, ahogy Lovas Ottó fogalmazott, Szúnyog László volt, aki a ceglédi állomás vezetőjétől vehetett át elismerést. Dr. Engelbrecht Imre pedig regionális igazgatói dicséretet nyújtott át nekik köszönetképpen. Minden általános és középiskola kapott a ceglédi olimpikonok fényképével ellátott tablót. 24 sportoló szerepel a dicsőség táblán. A cél, hogy az oktatási intézmények falaira kikerüljenek a tablók, így a diákok mindennap lássák a példaképeket. A tablókat ma délután vehették át az iskolák vezetői a sportmúzeumban. Időrendi sorrendben szerepelnek az olimpikonok tablóján Cegléd sportoló büszkeségei. Tasnádi József birkózó fényképe az első. Ő az 1924-es párizsi olimpián szerzett dicsőséget az országnak és Ceglédnek. A tablón 24 sportoló arcképe látható, többen közülük ma is aktív versenyzők. A büszkeség tábla azért készült, hogy a város minden általános és középiskola falára kikerüljön, és így a diákok minden nap láthassák, kik az igazi példaképek. A tablókat ma délután adták át az iskolák vezetőinek. A polgármester Takács László köszöntőjében azt mondta, Cegléd mindig is az volt, és ezután is büszke lesz a sportolóira. Öröm, hogy mostantól minden iskolába kikerülnek a legjobbak fényképei. A sportmúzeum igazgatója Magyar László is elismerően szólt a tabló elkészüléséről, és örömmel adta át azokat az iskoláknak. Az átadáson több olimpikon is jelen volt, Lőrinc Tamás, Lőrinc Viktor, és az éppen a világbajnokságára készülő Szellő Imre is. Hogy elutazás előtt még azért találkozunk. Az M4-es út újabb 3 kilométeres szakaszát, illetve egy közlekedési csomópontot adtak át ma a 405-ös és M4-es találkozásánál. Így Albert Tirsától Abonyig összesen 30 kilométeren lehet kétszer kétsávos gyorsforgalmi úton haladni. Újabb 3 kilométeres szakaszt adtak át a forgalomnak az M4 gyorsforgalmi út Pest megyei szakaszából, így Albert Tirsától Abonyig mintegy 30 kilométeren keresztül akadálymentesen és biztonságosan lehet közlekedni kétszer két sávon. Továbbá átadták a 405-ös számú főút folytatásaként az M4 autóúton létesített különszintű forgalmi csomópontot is. Az átadó ünnepségen részt vett Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, Cerván György, a térség országgyűlési képviselője, és Pántya József, a NIF ZRT útfejlesztési igazgatója is. Híradónk végén felhívom kedves nézőink figyelmét arra, hogy híradónk ismétlését péntekig nem 20 órakor, hanem teljes adásunk végén 9:30 után láthatják. Ezek voltak friss híreink, adásunk a választási műsorral folytatódik, friss hírekkel holnap is jelentkezünk, addig is viszontlátásra.